Sziasztok, Marikáék vagyunk, mindjárt jön a papa is, csak dolga van most. Földíszítettük a fát, amint látjátok, pár nappal előbb, mint karácsony, már utolsó, karácsony előtt nap, szóval utolsó nap, akkor nem szeretem díszíteni, régen úgy csináltuk, aztán meg kellett őrülni a sok munkába, de ugye akkor az volt a trendi, vagy nem is tudom minek nevezzem, mert mindenki úgy csinálta. Általában a lányunktól eltanultuk, hogy hát nem kell olyan későre hagyni, hanem egy kicsit előbb meg lehet csinálni, és akkor tovább tudunk benne gyönyörködni, mint hogy karácsony előtt nap megcsináljuk, aztán akkor van neki, nem tudom, tizenvalahány napja, ugye viszkeresztig szoktuk még meghagyni, de van, aki tovább meghagyja. Na mindegy, azt csak mondom, így elmondom, hogy mi pár nappal előbb feldíszítjük a fát. Ott az angyalka, az az angyalka hány éves lehet akkor? 30. Nagyon sok. 30. Mi Szombathelyen laktunk, akkor is. Még Szombathelyen, igen. Az az angyalka, az vagy Pozsonyból, vagy Komárnyóból. Kettő közül valamelyik. Gyere, papa, ugye akarsz. Ja, nem kényszer, mert aztán már megkaptuk ám, hogy a papa kényszerből áll ide. Nem az a te műsorod. Ja, persze. Hát hamarosan elérem 22 000 feliratkozót. Nagyon köszönöm nektek, hogy néztek, hogy ennyien feliratkoztak rám. Hát azért annyian nem néztek meg, de van olyan egy-két videóm, aminek elég nagy a nézettsége, több 100 000, hát az nagyon hálás vagyok érte, remélem végig is néztétek. Annyira nem néztem utána, hogy pontosan végignéztétek, vagy nem, mert ugye vannak ilyen útmutatók, azt is mutatja. Köszönöm nektek persze, hogy feliratkoztatok rám. Kívánok nektek kellemes, boldog, áldott karácsony ünnepeket. Nektek is, családotoknak is, szeretteiteknek. Én is kívánok minden egyiteknek. Boldog új évet, mert szerintem akkor már nem jövök, de sose lehet tudni. Nem tudom még. Jó kívánságból, sose elég. Nem baj. Még azt szeretném elmondani, hogyha egyedüliek vagytok, nincs család, vagy távol vannak, vagy hiányotokban, hogy beszélgessetek valakivel, és nincs senki, akivel beszélgessetek, nyugodtan írjatok nekem, aztán akkor egyet beszélgetünk majd így íráson keresztül, mert az is jó, hogyha valaki ki tudja önteni a szívét, lelkét, esetleg ha olyat leírtok, akkor írjátok oda, hogy töröljem, akkor megmutatom a fát, és akkor ha akartok még egy kis videó részletet nézni, akkor nézzétek tovább ezt a videót. Aztán a végén megmutatom, hogyan mentünk el a fáért, meg hogyan díszítettük. Itt ketten a papával, jó sokat kilódott vele, mire be tudta állítani, ugye papa? Mm-hmm. Pedig gyönyörű ez a fa. Meg, hú, olyan bökős volt, hogy eszméletlen. Akkor el is búcsúzok tőletek még egyszer. Kellemes, békés, áldott, nem tudom, biztos nem jó szavakat mondok, mert ugye bele lehet kötni mindenbe. Kívánok nektek és családotoknak. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Sziasztok! Írjatok kommentet. Egy-két díszt megmutatok, ugye jobban a lányunktól kaptuk az összes díszt szinte. Nézzétek meg ezt a grapefruit, azt hiszem, ezt én minden évben összeszedem, ami még jó, mert ugye így, ahogy lóg, így egy kis lyukja lesz, van, amikor már egyre nagyobb, és én lefagyasztom. Ha innen most leszedem, akkor belerakom egy ilyen jégkrémes dobozba, és megy a mélyhűtőbe vissza. Ez már lehet, hogy 5 éves, nem tudom. Ilyen szép kis... Nézzétek, milyen gyönyörű az is. Ugye a lányunk vette nekünk, mert nekünk ilyen kis gagyig voltak. Egy-kettőt megmutatok, de azt hiszem tavalyi videóban is. Na, ez olyan gyönyörű, ezen ilyen plüss-szerűség van, anyag. Azt a képzeljétek, hát
Kettő volt belőle, azt hiszem, hogy ha nem tudom, tovább egyetet törtem. Ott fölött azok a nagyok, ott az angyalka. Ja, szépek, szépek. Szépek ezek nagyon, hát meg ebből van 30 is. Nem tudom, sok, meg ilyen kis betlehemek, angyalkák. Ilyet lehet kapni, de most is láttam Tesco-ba, és az már nem ilyen szép, olyan gagyik, össze vannak vágva. Na, állandóan ez megy. Ja, kettő van ebből, ebből kettő van. Majd hova kell mutatnom. Ebből, ott van a másik. Nem tudom látni. Fogom a selfie botot is. Nem? Ott van. Ja, hát persze ez, ilyet csak azt tud venni, aki járt Ausztriába. Ez is Csehszlovákiából, csehszlovákból, Csehszlovákia volt akkor még, mikor mi kijártunk. Onnan való, de fogalmam nincs, hogy most Pozsony vagy. Itt egy angyalka, üveg, ezek üvegek, meg az is. Ezek is régi Csehszlovákia terület, de mindig felrakjuk, pedig ilyen kis gagyi már arca sincs. Ja, ez is nagyon szép. Ez Amerikából van, de lehet, hogy magyar gyártmány, mert most láttam a, nem is tudom kinek a videóiba, hogy rengeteget visznek külföldre, itt Magyarországon rengeteg ilyet készítenek. Ezekről meg ugye van videó, ilyet én is csináltam, ezt mondjuk a lányom, szódabikarbónából van. Ezt lehet, hogy a lányom. Ezt a rózsaszint én, valahol van olyan, hogy kacsa van benne. A tavalyi videóimban lehet látni. Nem is tudom, hol van, várjatok. Gyorsan meg akartam mutatni, mert olyan hosszú lesz ez a videó, hogy eszméletlen. De azt hiszitek, megtalálom. Hát nem. Hát nem találom meg. Ja, jól van. Akkor azt nem tudom mutatni, mert nem találom. Nem találom sehol se. Annyira megvan. Ide nézzetek, itt vanni. Azt hittem, hogy olyan másik fajtán van szíven, de hát most az idén már nem tudjátok elkészíteni, ugye, mert már szombat van. De lehet, hogy péntek este raktam fel ezt a videót, nem tudom, most pénteken vagy szombaton fogom. De jövőre el lehet készíteni ezeket a szódabikarbonás díszeket, nagyon szép, és ezt is évekig el lehet rakni. Az idén annyira nem tetszettek ezek a boák, vettem ilyen dundit, ott van benn, oda rátekertem, tiszer összebökködött ez az ezüstfenyő. Jövőre nem itt csinálom, már előttől rátekerem. Hát én nem is tudom, miért olyan durongokat csinálnak, annyira elveszi a fának az értékét, hogy csak az mutat rajta. Ezek a kis szolidabbak, sokkal jobbak, ezek már 30-40 évesek. Ilyet meg nem is kapni már. Na jó van, akkor itt be is fejezem azt, hogyha érdekel benneteket, nézzétek tovább a videót. Sziasztok! Fenyőfáért jövünk, ugye itt a karácsony, és magunk, hát a papa fogja kivágni, nem magunk, papa fogja kivágni, úgyhogy egész friss fa lesz. Majd mutatok ezt azt, ha tudok. Szép fák vannak. Nem, már mi is így ütünk, bár volt oda, így van. Jó. Lehet, hogy magának is törlődik a fák. Már valahol mondta, hogy megvannak, járó vannak is. Csak ennek is ott három ága van fönn. Ja. Még nézeget. Ez is szép. Ez a bú. Hát ez elég fél. Ez egész jó.
Az is szép. Jaha, nagyon szép. Lukakra, nézd meg már. Videóban ne kerüljél bele, ugye, Zsuzsi? Ne! Fényképázz le csokjukat. Ja, azért videót csinálok csak, ja. Majd akkor téged ja, nem. Ja, hogy a Lacitól vágja. Azt de meg kéne fogni az alját, majd, nem? Majd nem tudom, már csak öntenünk, hogy ez nekem tetszik, nézd meg. Tetszik. Jó, nekem is tetszik. Nézd meg, de azért még jól sem állom. De nézzetek körül, hogy jaj. Vigyázzál. Na, mondod a lyukat, meg már bele is léptem. Akkor ez nagyon szép, ha bár ott hátra hát nincs, nincs ága, de majd akkor úgy fordítanánk. De nagyon szép vagy. Szerintem is. Ugye? Az így szemből nagyon szép. Nagyon szép. Ja. Ez lenne az ereje. Nincs szép ezek, te. Magasabb is, mint Halló. Én. Két méter. Szépek. Az nem? Két méter van, igen. Ez mind. Na? Ez is milyen szép. Ide néz, apu, ne is menj el, hát itt ez a... Ma ott... Vigyázzál, hogy ja, itt vannak lyukok, amik kiszemettetek ugye földlabdáson. Igen. Sok lukod meg itt van. Igen. Na jó. Ú, de gyönyörű. Ez is de gyönyörű, apu. Az csak középen, közér, alul meg nincs ága, itt látod? Ja, ja. Aha. Nem nagy hibátlám. Na, hova mész? Azt mondta, hogy... Jöjjek ide. Aha. Ez is, ez minden üstvenyő, Zsuzsi. Hát minden üstvenyő. Csak ugye, ugye van amelyik ez a... Van amelyik izé, ami nem bökös. Be van ám deresedő, azért ilyen. De még van ám olyan is, ami ez nem bökös. Ez nem bökös. Ni. Anni, hát ez, hát ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Akkor ezt... Hát ez gyönyörű, Laci. Ja. Ja. Hát az megtalált, nincs jó. Még jár úgy, hogy jól nem jár úgy. Nincs. Nincs, jó van. Hozd a fürét. Hát hát gyönyörű. Az. Ja. Hát nincs szép, ide né. Lábadra vigyázz, Zsuzsi! Tanyírva van állam! Hallod, Laci! De a járó azokat a izéket, ami olyan rosszabb. Ja. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pie.
Kukorika, cédna. És ragadtalunk akkor, amikor tudunk, egyedül vagyok. Papának valami dolga van ott kint. Mondjuk ide a lábamra, egy-kettőt áthúzok. Tudjátok, egyedül old meg, ahogy tudod. Attól függ ugye, hogy mekkora szálat akarunk, az szerint, hát hogyha vékonyabban vagytok nálom, hát ugye én azért nem vagyok olyan igen vékony, akkor szétfeszítitek a lábatokat, annyi. No. És akkor kaptunk egy ennyi cérnát. Ezt a cérnát duplán összefogom, és fújtra kötöm. Így néz. Na most attól függ ugye, hogy mit akarunk? Például most megmutatok egy habkarikát, mert pont olyat fogtam meg, amelyiken pici a lyuk. És a húgomék itt volt a kérdező, hogy mekkora habkarikát, azt ugye miért nem mutattam meg, hát miért nem kérdezte? Hát nekem aztán voltam eszembe a habkarika. Na, átbűvöljük. Ugye, ennél most más a helyzet, mert itt áthúztam, vinél, és akkor egyiket áthúzom a másikon. És akkor már is megtartja magát, ilyen lesz egy ilyen dupla cérna. Úgy, de most a szaloncukor az másképp működik. Öregeknek adtak szaloncukrot itt a faluba. Ahogy nem akartam venni, tudjátok, mondtam is. Finom szaloncukor. Nézzétek, milyen szép angyalka van rajta. Na akkor. Ugyanúgy csinálunk egy folytra kötést. Hát egy
kicsit szebb kellett volna, mint az előbb. De levágjuk, majd fölporszívózok. Úgyni. És akkor ugye egy szárra, ha egyet akarunk, mondjuk ahol a kötő van, akkor úgy csináljuk, hogy megfogjuk, hát mindegy hogyan, hogy megfogom így, látjátok, így ki van feszítve, áthúzom, vagyis hát megfogom így, és akkor ezt a szálat úgy húzom, hogy így a kezem így legyen, így, itt összefogom az ujjaimat. És akkor ezáltal itt lesz nekem egy hurkom, így, abba a hurokba belerakom az egyik szaloncukornak az egyik ilyen lebentyűjét. No. És akkor ugye nem kettesével kötöm a szaloncukrot, hanem így. De ha kettesével akarok, mondjuk egy ilyen rövid cérnára, akkor ugyanúgy megfogom, áthúzom. Ez a legegyszerűbb módszer, leggyorsabb. Már tudok, már kész is. Kicsit vastag is lett akkor a cérna, de lehet vastagabb cérnából jobban mutat. Itt meg a habkarika, rakjuk a fára. Gyertek vele! Valahova fölbővöljük. Csak én úgy szoktam, hogy az egyiket hosszabbra, a másikat rövidebbre. Na, majdnem olyan a... Na, most nem is láttátok. Na, az egyiket hosszabbra, a másikat rövidebbre. Majdnem ugyanaz a szín. Úgyhogy akkor veszük. És akkor... Ugye egymás mellett legyen két szín. És akkor ahogy akarjátok. Habkarika meg itt van. És ezt a rengeteg habkarikát, most ugye van 50 darab biztos, mert amit először csináltam, abból is maradt. Nem ettük mégse meg mind. Azt is felrakom a fára, úgyhogy akkor jól tele lesz a fa. Na, így megcsináljuk az összeset. Aztán biztos vannak ám könnyebb, meg jobb módszerek, mert tudom, hogy van olyan, hogy gyorsan rá kell tekerni, aztán kész is. Igen, csak én is próbáltam régebben, aztán mikor észhez tértem, a fa alatt egy csomó szaloncukor, mert ugye lependörödik róla. Ebből a pirosban nincs annyi, mint a másik színből. Vagy nem jól csináltam? Lehet, hogy nem jól csináltam. Na mindegy. Egy pillanat alatt megvan. Na most nézzétek meg. Mutatom. Most kezdjük. Vajon még a célnát se tudom kiszedni rendesen. Az ujjunkat megnyaljuk, tiszta legyen az ujjunk, mert most egy csomót kell nyalogatni, mert a szaloncukor se tiszta. Úgyhogy... Pillanatok alatt megvan, mert mikor így áthúzom az ujjamat, látjátok, abban a lyukba beledugom azt a három ujjam, és akkor azzal fölemelem a szaloncukrot, aztán már rajt is van. A papa már jöhetné, mert aztán felrakni, meg ő neki kell rám. Úgy szoktuk csinálni, hogy én kötözök, mert olyan gyors vagyok, mint a villám. Fényezem magamat, ugye? Hát legyen több fény. Aztán, de tényleg úgy van. Aztán már a papához viszonyítva ilyenben gyorsabb vagyok. Ahogy itt tudom én. Aztán én kötözök, ő meg
ő meg pakolja a fára. De amikor így összetekeredik, látjátok, na akkor van idegbaj, mert szét se lehet szedni. Amúgy ma még annyi dolgom lesz, hogy eszméletlen. De hát ugye ezt előbb díszítjük ezt a fát, mint ti látjátok. Hát most új összetekeredett, képzeljétek el. Új összetekeredett, hogy nem tudom szétszedni. Mondom, figyeljétek, mennyi idő alatt csinálom meg, aztán szét sem tudom szedni, mert úgy összetekeredett. Na, szerintetek? És akkor Marika meg itt fényezi magát. De jó, mi? Hát az a jó, hogyha van önbizalmunk, nem? Hát ha nincs semmi tehetségünk, akkor pláne önbizalmunk legyen. Jó. Kész. Majd már kész. Majd egy csomag vagy egy ilyen 250-osok, 250 grammos, nem tudom. Az már kész. Jó, van, hogy láttatok sok mindent, ugye, hogy hogyan díszítettük eddig. Gyorsítva. Ja, meg kell, be kell dugni az ujjat, azt akkor nem tekeredik össze, látjátok, akkor gyorsan végzünk vele. Amúgy nem sok az a szaloncukor, mert 2x25 gramm, vagy 2x250 gramm, amit beszélt, körülbelül. Annyira eltett. Úgy köszönöm nektek a sok feliratkozást. Remélem néztek is. Hát néztek, amennyien néztek, azért olyan sokan nem néztek meg, de azért egy kis nyugdíjkiegészítésem van, ugye a reklámokra. Reklámokat engedtek, vagy muszáj engednetek, mert nem tudtok tovább menni. Abból van egy két forintom. Aztán akkor már azért azt mondom, hogy azért nem olyan rossz, hogy ennyit dolgozok a videókkal. Hát mindegy. Én ezt hobbiként kezdtem, aztán már úgy belemélyedtem, hogy ezt miértlen. Nem tudom, meddig csinálom. De hogyha nem rakok fel videót, akkor nem nagyon van nézettségem, úgyhogy jobban akkor nézzetek meg, hogyha vannak új videók. Utolsó cérna. Ilyen sokáig kitartottam, így vágtam, vagy tekertem. Úgyhogy köszönöm nektek ezt a sok feliratkozást. Szerintem 2023. január elejére lehet, hogy el is érem a 22 000 feliratkozót. Az összesen 3 év, 1 hónap és 13 nap. Cirka. Hát előttök kezdtem, csak ugye a bevételt, amikor 1700 feliratkozót elértem, akkor kértem, hogy ha van rá lehetőség, hogy akkor engedjék a reklámot. És akkor valami kis pénz jön. Úgyhogy 1700 feliratkozón volt. Körülbelül 2018, hát nem biztos, hogy jót mondok. 2018 novemberében. Valahogy így. Na jó, most én akkor megint tekerek círnát, aztán majd jövök. Hát már nem sok szaloncukor van, pár darab, 10. Aztán akkor jön a hakkarika, azt egyesével fogom, de nem biztos, lehet, hogy azt is kettesével. Csak akkor majd hosszabb szárat fogok hagyni, mert ha egyesével csinálom, akkor jó így a szál, meg jól is mutat, egyesével fogom csinálni, azt hiszem. Jobban, bár nem ennyi, de
kanapé alá. Egyesével jobb lesz. Könnyebben elpakolja a papa. Ahogy nem vagyok kiöltözve. Nem vagyok én olyan, hogy most azért fölvegyek valami márkás ruha. Ezt a ruhát például múltkor kimostam, voltunk öregek bulián, és nem látom magamat, mert ahogy szembe selfie van, ez a jobb kezem, amúgy a balnak látjátok. Szembe selfie videóval. Voltunk öregek bulián, azt ilyen márkás, nem tudom honnan van az a blúz, valakitől kaphattam, de nagyon márkás valami. De 30 fokon kimostam ezzel. Aztán az ilyen fekete meg sötét bordó, aztán rózsaszín lett a hófehér blúzom. De ti nem látjátok szerintem, azért látni nem lehet, hogy... Na jó, ha? Tudni. Levágom. Na jó, majd jövök. Ezt a 2 kilométer hosszú lesz az a videó. Na, a papa rakja a habkarikát, ezt nézzétek. Igen. Oda be, mondom neki, oda bebűvölje. Ja, csak itt nincsen olyan ág, amire rá tudom akasztani belül. Na, most húrkot csináltam rá, esetleg így. Ja, jó, hogy. De nem olyan egyszer. Ezt nem rakom fel, mert az unokák ne szedjék le a fáról. Egy kis tálba rakom külön felét egyik napra, felét a másik napra. Ja, ennyi elég lesz nekik egyszer, aztán majd. Ha nem, de az sikít el... mindenki, hogy a fáról csórni. Igen, a fáról. A fáról fiunk, akar. Fiunk van a fő. Igen, a fiunk. Ide jön, aztán néz olyan ártatlan kép, aztán közben kisomagol egy-két szaloncukrot, annyira édes szájuk. És akkor mondom neki, kisfiam, úgy csináld, hogy csomagold vissza a papírt, hogy ne lehessen észrevenni, hogy nincs benne semmi. De 45 éves, most már majdnem 30. Ja, de mindig ezt csináltam. Mindig. Régen is. De nem baj, hogy is mi esszük meg, és hát ők is kaptak az régen. Tiszta fehér ez a karácsonyfa. Van, akire lefújja ilyen műhóval. Igen. Mivel az is szép, olyan is tetszett, akkor zöld, hogy kilátszik egy kicsit. Aha. Ja, hát az más. Azt nem is tudom, azt persze előtte még a rizek előtte lefújja, gondolom. Vagy a végén? Hát az lehet... Akkor meg rámegy a rizre is. Hát az lehet, hogy olyan, hogy az átűnik mindenről. Vagy mit tudom, én nem tudom, én még nem vettem. És hát mi nem vettünk. Én fekötöztem mindent, a papa meg feküdjön alá a fának. Sziasztok! Írjatok kommentet!